Hadd mutassam be Tarnai Kristófot a HVG-től. Köszönöm szépen, jó reggelt. Miután rendszeresen jár a Spirit FM műsoraiba is, meg a szerintem hozzád is, Emily, nem? Előfordul. Igen. Igen. Ezért nem ismeretlen a nézőknek, de a szakértelmére mindig alapozhatunk. Köszönöm szépen. Tessék. Igen, az elején... Még azért vendégünket is mutassuk be, bár őt is nyilván ismerik a nézőink, mert Dúró Dórának is köszönjük, hogy a két ünnep között eljött a Jobbik elnök helyettes. Elnézést képviselsz, hogy mintha felkonferáltuk volna ott, de... Igen. Tényleg, be kell. De nem a Jobbik elnök helyettese vagyok, hanem a Mi Hazánké. Ja, igen. Mondjuk előre, jó reggelt kívánok a Mi Hazánk elnök helyettese. Előre fordulni, sértő lenne egyébként? Na, mindegy. Most már igen. Viszont nem a Jobbik, hanem a Mi Hazánk vezető társáról hadd kérdezem, hogy Torockai László tegnap feltöltött egy TikTok videót, amiben bemutatott egy dokumentumot, mely szerint a megyei kormányhivatal információt kért arról, hogy ő, illetve az utódja, a korábbi alpolgármester, jelenlegi ásotthalmi polgármester utasította a mezőröket arra, hogy ilyen menekülteket, migránsokat, ki hogy mondja, hát üldözzenek, fogjanak el, amivel ugye nem az a kérdés, hogy ez célszerű-e vagy helyese, hanem az a kérdés, hogy ez a rendőrség hatáskör és nem az övék. Ugye azt mondta, hogy igen, beláll, ő utasította. Számítanak-e arra, hogy ennek lesz bármi komolyabb jogi következményei, akár Torockai Lászlóra, akár ugye az utódjára nézve? Ez az ügy nem most kezdődött el. Ezeket a mezőőröket már elítélte jogerősen a bíróság az úgynevezett jogosulatlan közbiztonsági tevékenység folytatása miatt. Ami egészen elképesztő abszurditás, tehát olyan emberekről van szó, kettő mezőőrről összesen Ásotthalmon, ahol migránsok százai, ezrei haladtak át az elmúlt években ezen a településen, illetve ennek a különböző külterületein, és ezek az emberek is segítik a rendőrséget. Csak pont ők, miért pont azt a kettő embert ítélték? Mert ketten vannak. Ja, hogy ketten vannak összesen. Így van, tehát nem egy óriás hadseregről van szó, hanem két emberről, akik egyébként, igen, például Torockai László utasítására is a migránsokat igyekeztek feltartóztatni, és amiért egyébként elítélték őket a TASZ feljelentése alapján, az egy teljes abszurditás, hiszen éppen arról volt szó, hogy egy kukorica mezőben, ha jól tudom, feltartóztatták a migránsokat, és hívták a rendőröket. Korábbi videóban egyébként azt is bemutatta Torockai László, hogy amikor a mezőőrök telefonálnak a rendőrségnek, akkor mi a rendőrség válasza, és több ilyen telefonbeszélgetést is bejátszottak, és ebből kiderült, hogy a rendőrség a legtöbb esetben kapacitás hiányra hivatkozva nem intézkedik, tehát hiába tesz egy mezőőr, egy önkormányzati mezőőr bejelentést arról, hogy illegális migránsokat talált, a rendőrség nem tesz semmit. De ettől még nem lehet átvenni a rendőrség nem vették feladatait. Át. Nem vették hogy, át. Hát ugye azt mondta Torockai László, hogy ők megállították, üldözték, vadásztak a menekültekre, tehát a mezőröknek az a feladat, és tényleg a TASZ-nak volt erről egy jogértelmezése, hogy nekik a termőföldeket, az ott lévő állatokat, mezőgazdasági épületeket kell megvenni, tehát az, hogy... Így van, mezőgazdasági károkat okoztak, itt is erről hát beszélek. Igen, az, hogy a határon átlépő embereket üldözzék, az nem tartozik a jogkör. Tehát attól, hogyha valaki határon átlépő emberként okoz mezőgazdasági károkat, akkor ugyanúgy intézkedett fel. Azt mondja, hogy ez csak erre, szigorúan erre korlátozódott. Nem lépték át az illetékességi területüket, tehát nem mentek el más településre, vagy nem történt semmi. De ezt felháborítónak tartom egyébként az egész ügyet éppen azért, mert a kormány naponta elmondja, hogy mennyire erőteljesen küzd az illegális migrációval szemben. Ehhez képest nem biztosítja a kellő rendőrségi erőt a határon, mint ahogyan ezekből a nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetésekből is kiderül. És azokat az embereket, akik egyébként önkormányzati dolgozóként pedig igyekeznek megvédeni a települést, vagy annak a mezőgazdasági létesítményeit, terményeit, azokat pedig a bíróság elítéli. Ez megint óriási kontrasztban áll egymással az, amit a kormány kommunikál, és ami valójában folyik a déli határon. Én témát váltanék, úgyhogy ha valakinek még ide van. Hát csak azt akartam mondani, nem egy jogdogmatikus a képviselőasszony, tehát az állatok távoltartása a mezőgazdasági értékektől, és az emberek távoltartása akár a mezőgazdasági értékektől a jogszabályban nem ugyanúgy van megfogalmazva. Szerintem ezt a helyzetet, amit a mezőrök csináltak, ezt egy állampolgárnak is kötelessége megtenni. Tehát, hogyha valaki észleli sima állampolgárként, hogy illegális migránsok átjönnek jelentenie a kell. Így van. És de hogyha én saját szakállamra elkezdem őket üldözni,
akkor az már szerintem a önbíráskodás határát súrolja. De itt mezőőrökről van szó, akiknek az illetékességi területén történt meg mindez. Tehát nem arról van szó, hogy saját szakállukra. A megyei kormányhivatal nem így gondolja, de akkor gondolom majd erről lesz valami fajta jogi vita. Ha szükséges, akkor jogszabályt kell módosítani. Tehát ez nonsens, hogy egy önkormányzati mezőr nem tartóztathatja fel a migránsokat. Ez elképesztő. Szóval, hogy én a családtámogatásokkal folytatnám, mert ugye a Mi Hazánk az nehezményezte azt, hogy mintha a kormány családtámogatási politikája kudarcot vallott volna, ugye erről beszéltek nemrég, és ugye teljesen friss hír volt a magyar közlemről kiderült, amit hírek szintjén már eddig is tudtunk, de ugye most akkor ez jogszabályi formát is öltött, hogy akkor nem kell személyi jövedelemot fizetniük a 30 év alatti nőknek, ha szülnek, illetve hogy bizonyos családtámogatási formákat 2 évvel meghosszabbított a kormány, például a babaváró hitel felvételi lehet az 5 milliós áfa visszaigénylést új építésű lakásoknál, meg a falusi csokkot. Egy ilyen gazdasági helyzetben ennél többet várnának el? Mert hogy mindenképpen. Ezeket is azért használják nyilván azokat, persze, akiknek persze szántak. Ezek nagyon jó intézkedések, és fontos volt, hogy meghosszabbította őket a kormány, és az, hogy a 25 éves kor alatt járó SZIA mentességet meghosszabbítják 30 éves koráig azoknak a nőknek, akik gyermeket vállalnak, ez különösen fontos. Ja, a demográfiai helyzete Magyarországnak katasztrofális, és idén először történt meg 10 év után, hogy csökkent a termékenység, tehát az a szám, hogy egy nő az élete során hány gyermeknek ad életet. Ez az Orbán kormány időszakában 2012-ben volt utoljára, hogy az előző évihez képest csökken. Most ismételten csökken. Tehát ez mutatja, hogy rendkívül erős beavatkozásra lenne szükség, mert az eddig bevezetett intézkedések hatása úgy tűnik, hogy kifutott. Tehát az eddigi növekedés az megállt. Mire lenne még szükség? Ez az infláció követővé tenni a családtámogatásokat. Tehát bejelentenek, 3 része van most az újonnan bejelentett családtámogatásoknak. Vannak olyanok, amelyeknek semmivel nem emelkedik az összege, azok nyilván veszítenek brutálisan a reálértékükből. Vannak olyanok, amelyeknek emelkedik valamelyest az összege, például a gyed meg a gyód, de ezek nem követik az inflációt, tehát ezek is veszítenek az értékükből, és van ez az egy új, az SZIA mentesség kiterjesztése, amely teljesen új intézkedés. És vannak olyanok, amelyek megszűnnek egyébként, például az autóvásárlási támogatás. De akkor ön szerint ennek csak anyagi oka van, hogy csökken a termékenység? Nem csak anyagi oka van. Milyen oka van még akkor? Számos más társadalmi oka is, illetve lelki oka is vannak nyilván. Tehát, de most az anyagi családtámogatási résszel kezdtük. Tehát, hogyha megnézzük például a családi adókedvezményt, az a bevezetése óta 1/3 esett vissza reálértéken, vásárló előértéken. Tehát a 3 gyermek után járó nagyjából 100 000 forintos családi adókedvezménynek, hogyha az megtartotta volna a reálértékét, akkor most 287 000 forintnak kellene lennie. És még az idei infláció, az idei év második felében számított infláció ebben nincsen benne. Na, és akkor ilyenkor ugye a szokásos kérdés, amit ilyenkor ezeki politikusokat meg szoktunk kérdezni, na és akkor miből? Tehát, hogy akkor ezt honnan finanszíroznánk? Hát egyrészt, hogyha a nyugdíj emelésre, arra van pénze a kormánynak, hogy a nyugdíjasoknak igyekezzen emelni, és infláció követő legyen, hiszen ez törvényben garantált, szerintünk törvényben ugyanígy kellene garantálni azt is, hogy a családtámogatások infláció követők legyenek. És hogyha egy ilyen demográfiai helyzetben vagyunk, akkor ennek kellene lennie gyakorlatilag az elsőnek, hiszen... De még nem mondtam meg, hogy honnan vonna erre a forrást. Hát az egész gazdaság szerkezetet át kellene alakítani Magyarországon, amelyet egyébként a választások előtt is megfogalmaztunk a Víradat programunkban, és egyébként részben érdekes módon Matolcsy György is erről beszélt azon a bizonyos elhíresült gazdasági bizottsági beszédén, hogy a magyar élelmiszeriparnak a megerősítésére kellene a magyar gazdaságot építeni, ez mérsékelni az inflációt is egyrésztről, másrészt tehát a multinacionális cégeknek a támogatása az egészen elképesztő méreteket. Hogy mérsékelni az inflációt önmagában, hogyha mondjuk erősebb lenne a magyar élelmiszeripar? Hát a mostani infláció nagyon nagy részben az élelmiszer árakban jelentkezik. Igen, és hogyha saját magunknak... Ugye a magasabb zsírtartalmú tejhatósági ára miatt a magyar trapista sajt, az sok helyen drágább, mint a francia brie sajt. Tehát, hogy nem tudom, tehát ez hogy mérsékelni az inflációt? A termelékenységnek a növelése, erről beszélt ugye Matolcsy György is, hogyha ezt sikerülne a magyar kormánynak, vagy sikerült volna az elmúlt 12 évben
ügyben a magyar kormánynak megtenni, akkor ez mérséklődne. Hát igen, de ugye ez egy középtávú tervként nyilván kitűzhető, de attól még mondjuk a jövő évben ettől nem lesz annyi pénz, hogy mondjuk infláció követővé lehetne tenni a családtámogatást. Világos, itt a multinacionális cégek támogatása az, amit a Mi Hazánk mozgalom rendkívüli nagy mértékben visszanyesne. Ugye erről megjelentek elemzések, hogy mindenféle nemzeti szólamok ellenére az Orbán kormány több támogatást ad a multicégeknek, mint amennyit ezelőtte 8 éves adott. De aztán a különadókkal vissza is veszi ezeknek egy részét, és erről ugye pont akartunk is beszélni, hogy ez meg a versenyképességünket ronthatja, hogyha ezek a cégek akkor a gyártásukat mondjuk a gyógyszergyártó cégek áthelyezik máshová. Igen, de például... Még a munkahelyek vesztésével is járhat, ami meg mondjuk gondolom pont nem a legjobb kor jönne. A kereskedelmi láncoknak a megadóztatása viszont nem, ők ugye nem termelő ágazatként vannak jelen Magyarországon, viszont óriási bevételre tettek szert. Tehát annak ellenére több ezeknek a bevétele, hogy Magyarországon csökken a fogyasztás, és egyébként kevesebbet is vásárolnak a magyarok, ez most már kimutatható, erről is megjelentek különböző statisztikák, de az infláció miatt ezeknek a kereskedelmi láncoknak a bevétele az viszont növekedett, tehát például ezek is úgy vannak jelen Magyarországon. Ha megadóztatnák a kereskedelmi láncokat, akkor az a fogyasztójárban egészen biztosan megjelenne. Hát attól függ, hogyha ezt, hogy erre tesz-e biztosítékokat a kormány törvényi szinten, hogy ezt ne háríthassák át hát a fogyasztókra. Tehát ugye ugyanez volt a hatósági áraknál, és egy ponton túl hiába mondja, hogy ne hárítsa át. Igen, de a nullánál többet biztosan be lehetne szedni, ahogyan látjuk, hogy a kormány nem akar ezekkel konfrontálódni, ahogyan a globális tech cégekkel sem akar konfrontálódni, holott az is a Mi Hazánk programjában szerepel, hogy adóztassuk meg ezeket az óriás vállalatokat is Magyarországon, hiszen ezekből például lehetne bevételt szerezni. Szeretném azt a különbséget kiugrasztani, ami a Mi Hazánk és a kormányoldal családpolitikája között van, ha vannak különbségek. Azt mondta, hogy infláció követőnek kellene lenni a családtámogatási rendszernek, miközben 2008 óta a családi pótlék összege nem emelkedik, és ugye a gyes összege sem mozdult 28.500 forintról el. Mit látnak ebben, milyen rációt már, hogy egyébként azokkal erősíti a kormány, akiknek egyébként is van jövedelmük? Így van, ezt mi helyesnek tartjuk, hogy a munkához kötött családtámogatások azok, amelyeket növelik. De hogy lesz így produktivitás? Hát hogy lesz így több gyerek? Az 1,58 százados mutató, amely lecsökken 1,52-re, ahogy ön mondta, és Orbán Viktor 2030-ra kettőt szeretne, vagy az kettő lesz, egyet? Az nem lesz, látszik. Nem lesz? Nem. Hát az elmúlt 12 évben a mutatott növekedést a következő, addig hátralévő 8 évben meg kellene háromszorozni. Tehát háromszor olyan ütemben kellene nőni a termékenységnek a következő 8 évben, mint amilyen ütemben nőtt az elmúlt 12 évben. Ez nyilvánvalóan nem fog bekövetkezni, akármilyen családtámogatási intézkedéseket. Hát akkor hogy lehet egyetérteni, bocsánat, ezzel a rendszerrel? Hiszen azok, akik szülhetnének nagyobb számban, azok nem szülnek így. Nem feltétlenül, ez egy picit leegyszerűsítő nézőpont. Az, hogy a munkához kötött családtámogatásokat kellene erősíteni, ezzel egyetértünk természetesen, azért, hogy a megélhetési gyermekvállalást azt ne erősítsük a későbbiekben. Ugyanakkor, ahogyan egyébként itt is elhangzott, nem kizárólag anyagi okai vannak annak, hogy valaki vállal gyermeket, vagy nem vállal gyermeket. Ezek egyéni élethelyzetek, amit nyilván nagyon nagy mértékben tud befolyásolni, és kell is, hogy befolyásoljon a politika, de például a munka és a család összeegyeztetése terén ez a kormány nem tett elég intézkedést ahhoz, hogy ez érdemi perspektíva lehessen a magyar nőknek. De pont ez mutatja, hogy ha nem emeli ezeket a juttatásokat, akkor ön megélhetésének mondja, de én azt gondolom, hogy akik szociálisan nehéz helyzetben vannak, azok a nők ne kényszerülhessenek arra, hogy választaniuk kell a hivatás és a gyermekszülés között. Itt általában a megélhetési gyermekvállalás esetében olyan nőkről van szó, akik nem dolgoztak, olyan iskolai végzettségük sincsen, ami bármilyen tartósabb munkavállalásra őket alkalmassá tenné. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, hanem arról, hogy nem is voltak soha részei a munkaerőpiacnak. Azok a nők viszont, akik dolgoznak a gyermekvállalás mellett. Magyarországon ez is kimutatható, hogy a gyermekvállalás visszaveti egy nő karrierépítési lehetőségét. Ez a világ sok helyzet.
világon is sok ilyen. Így van, nem csak Magyarországon, természetesen a korrektség kedvéért hozzá kell tenni, de van, ahol ezt elég jól megoldották, hogy rugalmasan biztosítják a munkába való visszatérést, vagy a rugalmas munkaidővel, munkavégzéssel, illetve sok más olyan munkaügyi megoldás van, amellyel ezt lehetne még jobban ösztönözni, de Magyarországon nem nagyon van ennek kultúrája, vagy mintha a kormány erre nem hallgatott volna. És ugyanígy a gyermek születésekor az édesanyák életkorának a kitolódása is egy olyan tendencia, ami már látszott 12 évvel ezelőtt is. Tehát ahogyan a nők tömegesen megjelentek a felsőoktatásban, majd a munkaerőpiacon, ez értelemszerűen, mondhatjuk azt, hogy értelemszerűen magával hozta azt, hogy 30 éves ma átlagosan egy magyar nő, mire az első gyermekét világra hozza, ami biológiai értelemben már lehet, hogy egy picit késő, és erre reagál most, 12 év elteltével, ez az SZIA mentességi kiterjesztés, amiről beszéltünk, de erre is sokkal korábban sort kellett volna. Igen, meg ugye sok mindent tudnánk említeni, mondjuk a szülés körülményeit, hogy az ember milyen orvos tud választani, vagy nem tud választani, hogy milyen bölcsödét, óvodát, általános iskolát. Ezek nagyon fontos kérdések, ugye? Arról sem. Tehát az orvosválasztásnak a korlátozása, amelyet bevezetett a kormány, úgy gondolom egy ilyen intim helyzetben, egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor egy nő nyilván ebben a szituációban a párjával, ideális esetben természetesen a párjával együtt ezt átéli, akkor a bizalomnak, a biztonságnak rendkívül fontos szerepe van, ezért is lett volna jó, hogyha ezt biztosítják. Úgy sejtem, hogy erről még jövőre is fogunk beszélgetni, mert most nagyon lejárt az időnk. Köszönjük szépen a kérdéseket, a válaszokat, és boldog új évet kívánok. Köszönöm, viszont kívánok. Boldog új évet.